Számos kultúra kedvelő látogatott el a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza színház termébe, hogy Karádi Katalin életéről és művészetéről hallhasson érdekességeket. Az est színvonalát Tóthin Katalin élő zongorajátéka emelte, míg az előadás szakmai és kulturális tartalmát Csadi Zoltán művészeti igazgató és dr. Gajdó Tamás színház történész tolmácsolta a résztvevőknek. Az előadás kezdetén Csadi Zoltán idézte fel a művészi pályák névre keresztelt program részleteit. A művészi pályák pedig Emblematikus, fontos, a, a, a magyar kulturális és művészeti élet szempontjából kiemelkedő 20. századi alkotókat vesz sorra, és a, az ő pályájukat állítja a középpontba, és ma este pedig Karádi Katalin lesz az egyik emblematikus alakja a 20. század színház és film történetének. A művészeti igazgató hozzátette, Karádi Katalin, mind emberként, mind pedig színészként egy kiemelkedő és fontos alakja volt a történelemnek. Nem csak művészként, hanem emberként is kiemelkedő volt ő. Ha azt mondjuk, hogy sztárrendszer, akkor, akkor ö, azt hiszem, hogy elsőként, vagy vagy, vagy, vagy ha a sztárokról beszélünk, az ő alakja, az ő figurája, az ő jelensége, az ő filmjei azok. Ö, bejönnek az ember gondolatai közé, mert hogy, hogy megteremt egy, egy, egy alakot, egy figurát, egy, egy szimbólumot a, a, magyar művészeti és filmes és színházi életben. A színházban létrejött projektet az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet támogatta. Az intézmény révén Karádi Katalin számos tárgyi emlékét, korabeli fényképét és audiovizuális anyagát láthatták az érdeklődők. Mindenről dr. Gajdó Tamás színház számolt be. Azokról a színpadi előadásokról, amelyekben Karádi Katalin látszott, viszonylag van néhány fényképünk, és aztán van Karádi Katalinról millió fotónk, részben sztárképek, újságcímlapok, vagy magazincímlapok festve, kifestve, már nyomdakészre készítve, tehát csak le kellett a kliséket gyártani belőle. Vannak sztárfotók, neves fotográfusok alkotásai is a birtokunkban. Aztán vannak olyan hangfelvételek, amelyek Karádi Katalin emirációs fellépésén készültek. A színház történész úgy folytatta, a relikviák tekintetében kiemelten fontos és rendkívül sokat segít, ha valaki nagy népszerűségnek örvend az emberek körében. Így sokkal több tárgyi emlék marad fenn róluk. Nagyon fontos, hogy sztár legyen valaki, mert akkor nem csak a család foglalkozik vele, vagy a legközelebb állók, vagy önmaga, hanem széles rajongó tábora van. És a rajongókat nem lehet megállítani. Tehát a rajongók mindig megtalálják a azokat a lehetőségeket, ahol valamilyen relikviát, vagy valamilyen emléket össze lehet gyűjteni. Tehát, egy, egy, tehát mi is ismertünk személyesen olyan karádi katalin rajongókat, vagy karádi katalin gyűjtőket, akik az egész életükben kapcsolatban voltak a művésznővel. Az est kiváló hangulatban telt számos városlakó és környékbeli érdeklődő részvételével. A Bartok Kamera Színház és Művészetek Háza további előadásairól és programjairól az intézmény hivatalos oldalán tájékozódhatnak a kultúra kedvelők.